Szinte teleragasztotta az aluljárókat tájékoztatókkal a BKK áprilisban, ekkor kezdődött a 3-as metró déli szakaszának felújítása. Egymást érik a pótlóbuszok az Üllői úton, csúcsidőben 45 másodpercenként követik egymást Kőbánya Kispest és a Nagyvárad tér közt. Az ország legforgalmasabb tömegközlekedési vonalán egy jó darabig még buszok járnak a metrók helyett. A déli szakasz várhatóan 2020 harmadik negyedév végére újul meg, aztán végső befejező szakaszként kezdődik a középső vonalszakasz korszerűsítése, amely projekt várhatóan 2022 közepén, esetleg végén fejeződik be. Ezt az északi szakasz átadása után mondta a főpolgármester még áprilisban. Az M4.hu szerint a déli szakaszról szóló ígéret ma már túlzott optimizmusnak tűnhet. Megkeresésükre a BKV azt írta, a megújult déli szakasz átadása 2020 végén várható. A portál szerint ez már is 3 hónapos csúszás. Mi is kerestük a BKV-t, azt írták, az M3 metróvonal déli szakaszának felújítási munkálatai jelenleg ütemterv szerint haladnak. A kiviteli munkák befejezése változatlanul 2020 harmadik negyedéve. Ugyanakkor azt is leírták, hogy a júniusban talált aszbeszt tartalmú szigetelés eltávolítása módosíthat a határidőn. Hozzátették, hogy a munkák befejezése után fogják tudni felülvizsgálni, hogy szükség van-e az ütemezés módosítására. Az ellenzék főpolgármester jelöltje szerint már a teljes metróvonal felújításával végeznie kellett volna a fővárosnak. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy ilyen horribilis áron, ilyen csúszással és ilyen rossz minőségben készül ez el. Ebből is látszik, hogy a budapestieknek változtatniuk kell a főváros vezetésén. A középső szakasz felújításával kapcsolatban a BKV azt írta, még nem találták meg a kivitelezőt, így szerintük annál a szakasznál még nem lehet csúszásról beszélni.